Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy új videóban. Itt vagyunk a 12-es villamosnak a végállomásán, a Kossuth-Lajos utcánál, és amit be fogok most járni, az itt a régi hudakvágánya, ami itt a Juhos utcán fordult, ott a következő mellékutcán befordult, meg innen a kereszteződésbe, és a Kossuth-Lajos utcán így visszajött egy húrkot leírva. Hát ha van még valami nyoma neki, ezt fogjuk most bejárni. És nézzétek, már is van eredmény, valamint errefele is felső vezetéktartó oszlopok. Sőt, a túloldalt is van kettő. Úgyhogy ez felettél érdekes, tehát valószínűleg itt volt a nyomvonal. Hát azt még azt sem tudom, hogy mikor szűnnek, nem találtam most hirtelen adatot róla, csak a térképen láttam, hogy van még egy ilyen is. És éppen Újpesten voltam, akkor átgurultam ide is ezt megnézni. És hát látjátok, itt van minden. De hogy pontosan mikor szűnt meg ez a hudak, azt nem tudom. És ugye itt, ebbe a mellékutcába ért vége, tehát ide fordul be. Hát elég szűk utca, viszont látjátok, itt is itt vannak a felső vezetéktartó oszlopok, tehát tényleg. Itt fordult meg a villamos. Amikor még nem voltak két oldali szerelvények, akkor nem is lehetett másképp fordítani. És látjátok, itt is tovább. Kismező utca egyébként, ahol most vagyunk. A Nagymező utca az a belvárosban van. És itt volt, igen. Hát az oszlopok mutatják a nyomát. Hát ez tényleg rövid videó lesz, mert ez ennyi az egész hudakvágány. Itt visszafordulunk, és vissza a Kossuth utcához. És látjátok, itt van. Felsőletét a oszlopok, és valószínűleg igen, itt jött a hudakvágány tovább, és ugye ott vissza. Ez csak ennyi lett volna, csak egy kis érdekesség, ha már úgyis itt voltam. Ez egy rövid videó, ez tényleg rövid videó, úgyhogy sziasztok, ez ennyi lett volna.